Egyrészt a Mi Hazánk mozgalom üdvözli, hogy a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja az üzemanyagár stoppot, de ez önmagában így semmit nem érő intézkedés, hiszen hiányoljuk azokat a konkrét és komplex gazdaság átalakítási intézkedéseket, amelyekre azt gondoljuk, hogy most már óriási szükség van, nem csak a nemzetközi helyzet miatt, nem csak a háború miatt, nem csak az energiaválság miatt, hanem amiatt is, mert tarthatatlan nem csak az infláció, hanem a forint árfolyam alakulása, amelyet nem csak az euróhoz viszonyítva látunk, hanem az amerikai dollárhoz viszonyítva is látjuk azt, hogy folyamatosan veszített az értékéből. Tarthatatlannak tartjuk a 400 forintos eurót, mint ahogy tarthatatlannak tartunk bármiféle mondjuk 12% fölötti maginflációt is, és semmilyen ezzel kapcsolatos intézkedési tervről nem hallottunk a mai kormányinfon sem. Vártuk volna, hogy reagáljon a kormány arra a Mi Hazánkos felvetésre, hogy a különadókat terjesszék ki azokra a multinacionális cégekre is, amelyeket valamilyen oknál fogva a Fidesz kifelejtett a korábbi intézkedései során. Nyilvánvalóan itt elsősorban azokra a multinacionális cégekre gondolok, például a németországi gyökerű multinacionális cégekre, akik például érdekeltek abban, hogy 400 forintos euró legyen Magyarországon, hiszen elsősorban exportra gyártanak, számukra ez mindig valójában a magyar munkavállalók bérének a csökkentését jelenti, így éri meg nekik Magyarországon állami segítséggel működni. Hát természetesen ezekre a multinacionális cégekre tehát nem vett ki továbbra sem a Fidesz különadót, ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk, mint ahogy azt is, hogy továbbra sem beszél a Fidesz például a globális digitális óriás cégekről, amelyeknek szintén vannak Magyarországon leányvállalatai, nem csak a Microsoftnak, hanem például a Googlenek is, de nyugodtan neki mehetne a kormány a Facebooknak is, akkor, amikor ilyen óriási globális gazdasági katasztrófa helyzetben vagyunk, akkor elfogadhatatlan az, hogy itt még azt az európai szintű vagy globális minimum adót is most elkezdte ellenezni a kormány, ami egy picit akár szoríthatná ezeket a globális digitális óriás cégeket is, tehát ezt is elfogadhatatlanak tartjuk. Tehát nem látjuk azt a mai kormányinfo után sem, hogy a lényegi kérdésekkel foglalkozna a kormány. Egyre inkább csak azt látjuk, hogy a költségvetési hiány növelését teszi a kormány ezekkel az intézkedésekkel, márpedig ezek a költségvetési hiányok, ezek többek között okai is egyébként ennek a forint árfolyamnak, amit azért most így a nyár folyamán nagyon sok magyar család megérez, de közvetett módon a bércsökkenéssel, a relatíve bércsökkenéssel azok a magyar munkavállalók is, akik ezeknél a multinacionális cégeknél dolgoznak. Szintén hiányoljuk a mai kormányinfo témái közül, hogy Gulyás Gergely nem beszélt egy nagyon-nagyon fontos témáról, arról, hogy jövő héten akarnak dönteni Ukrajna Európai Uniós tagjelölti státuszáról, és korábban a Fidesz, a magyar kormány támogatta Ukrajna azonnali Európai Uniós tagjelölti státuszának megadását, a Mi Hazánk mozgalom viszont ezt ellenzi, hiszen nyilvánvalóan, hogyha Ukrajnát egy ilyen hatalmas országot, amelyet eddig a korrupció tett tönkre, most pedig a háború, nyilvánvalóan, hogy ezt az országot felveszik az Európai Unióba, akkor az európai népeknek, a dolgozó népeknek a pénzéből kell majd újjáépíteni a háború után, miközben a haszon az megint a globális multicégeknél fog majd lecsapódni, ezért is ellenezzük a tagjelölti státusz azonnali soron kívüli megadását, illetve az lenne a minimum, hogy a kormány, és ezt vártuk volna a mai kormányinfón, hogy bejelenti Gulyás Gergely, hogy a kormány minimum elkezdi valamilyen feltételekhez kötni, és elkezd tárgyalni a kijevi kormánnyal. Korábban láthattuk, hogy például a Románia uniós csatlakozása kapcsán hogyan feledkezett meg a kormány az erdélyi magyarok autonómiájáról. Most ugyanígy látjuk Ukrajnával kapcsolatban, hogy a magyar kormány nem beszélt, a mai kormányinfón sem hallottunk erről semmit, például az 1991-es kárpátaljai népszavazásról, tehát lennének olyan feltételek, amelyhez köthetné akár a magyar kormány a támogatását, de ilyet sem hallottunk. Így aztán élünk a gyanúperrel, és tartunk tőle, hogy a kormány majd suttyomban szépen minden európai uniós tagállammal együtt támogatni fogja Ukrajna azonnali uniós tagjelölti státuszát. Ezt a Mi Hazánk mozgalom határozottan ellenzi, és arra kérjük a kormányt, hogy kezdjen azonnali tárgyalásokat a kijevi kormánnyal, akár gazdasági kérdésekben, akár az olajvezetékkel kapcsolatban, vagy akár Kárpátalja önrendelkezésével kapcsolatban.
És akkor a másik téma, amiről szerettem volna ma beszélni, hogy a mai nap folyamán délután 5 órakor civilekkel tartunk tüntetést. Ezt itt hangsúlyozom, hogy civilekkel, mert én magam is a tüntetésre elsősorban úgy megyek el, mint Budaházy György régi bajtársa és barátja, mert hogy egészen elképesztő és szürreális, hogy több mint egy évtizeddel az ügy megkezdése után Budaházy György jelenleg is gyakorlatilag előzetes letartóztatásban van, miközben végig együttműködött a hatósággal, soha egyetlen egy percre sem merült fel az, hogy ő szeretne elrejtőzni, vagy elszökni, vagy nehezíteni az ellene folyó eljárást, viszont az most már látszik ebben az ügyben, hogy azonnali bíró csere lenne indokolt, hiszen a bíró a legutolsó tárgyaláson már olyan személyeskedő megjegyzéseket tett, amellyel az elfogultság nyilvánvalóvá vált, tehát itt semmilyen tárgyilagos vagy objektív elbírálásban Budaházy Györgynek nem lehet része, nyilvánvalóan egy politikailag motivált, koncepciós szagú eljárás zajlik jelenleg, tehát azonnali bírócserét követelünk, nem lehet elfogult bíró, ilyen ügyben eljáró bíró. Arról nem is beszélve, hogy az időközben beadott kegyelmi kérvények, amelyekkel kapcsolatban nagyon várjuk például az igazságügyminiszter asszony megszólalását, azok nem jutnak el az igazságügyminisztériumig sem, mert hogy a bíróság folyamatosan akadályozza, például korábban is ugye volt már erre példa, szabálytalan eljárási cselekményekkel, vagy akár az ítélet szövegszerű kiadásával folyamatosan hátráltatja ezt az ügyet, és így Budaházy Györgyöt még mindig rácsok mögött tartják, ezt teljesen elfogadhatatlanak tartjuk. Ez ellen tüntetünk ma számos civil szervezettel, ez nem pártügy, tehát még egyszer hangsúlyozom, én magam is, aki ott leszek, felszólalok, Budaházy György bajtársa és barátjaként leszek jelen, azt gondoljuk, hogy ez pártokon felülálló ügy, egy olyan igazságtalan, politikailag motivált ügyről van szó, aminek most már ideje lenne pontot tenni a végére.